ezüst és arany erdők, borongó barna felhők, hárfái nem erének, sirámos dajkai. Farkas Éva Erzsébet polgármester mellett Halmányi Pál nyugalmazott múzeumigazgató, Péter László professzor, Tamás Sándor a Próbartok Társaság elnöke, illetve József Attila Városi Múzeum munkatársai koszorúzták meg Espersit János sírját a római katolikus temetőben. Ezt követően a múzeumban emlékkonferenciával és könyvbemutatóval folytatódott a Híres Makaiak rendezvény sorozata. Nagyon jól ismerjük a művészettörténetbe is, hogy ennek a makói polgárnak milyen fontos mecénás szerepe volt, nem csak Tornyai kapcsán, hanem egyáltalán a 20. század eleje modern művészete kapcsán is. Gondoljunk a makói művésztelep beindításában vállalt szerepére. Alapvetően a mostani előadás az Tornyai János életművét szeretné bizonyos értelemben új szempontok szerint megközelíteni. Tamás Sándor a Próbartok Társaság megalapítója és elnöke Bartók Béláról és annak családjáról osztott meg információkat az érdeklődőkkel. Ebből kiderült, hogy a zeneszerző és a Makón ügyvédként dolgozó Espersit gyermekkori barátok voltak Nagyszent Miklóson, azonban később elszakadtak egymástól. Bartók és Espersit János gyermekkorát. Espersit János Nagyszent Miklóson született 1879-ben, Bartók 1881-ben, két évvel Espersit születése után, tehát tulajdonképpen kortársak voltak, és valószínű, hogy gyerekkori baráti kapcsolatot ápoltak egymással. Péter László régóta kutat a makói mecénásról, aki maga is írt és festett. Emellett irodalom kedvelői oldalát is ismertette, kiderült több költő barátja is volt, köztük Juhász Gyula, aki többször írt verset Espersit makói lakásán. A mecénás általa ismerte meg a 20. század egyik legkiemelkedőbb költőjét. József Attiláról most kevésbé beszélünk, de nem tudjuk elkerülni, hogy ne említsük meg, hogy Juhász Gyula közvetítésével éppen, de a legnagyobb pártfogója volt, mert ő is a pályája elején adta neki azt a lökést, ami ahhoz szükséges volt, hogy elinduljon a világirodalomba vivő pályájára. Az emlékkonferencián bemutatták a Kőszegfalvi Ferenc szerkesztése által megjelent könyvet is, amelyben Tornyai János és Espersit János levelezései olvashatóak. A kiadvány a Makói Múzeumi Füzetek sorozatában jelent meg, és több mint 40 üzenetváltást tartalmaz.